Akár a Részvirág utcában is interjúzhattunk volna Farkas Benedekkel, a 9-es választókerület egyéni képviselőjével. Képviselő úr, miért erre a legbüszkébb az idei teljesítmények alapján? Hogyha ott beszélgetnénk, akkor szerencsére a munkagépektől nem annyira hallanánk egymást. A Részvirág utcának a felújítása az egy évtizedek óta húzódó ügy volt, illetve hát maga a járdaépítés és a környéknek a rendezése. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy ez sikerült idén összehozni a műszaki osztállyal, az alpolgármester úrral, a lakókkal együtt, sok egyeztetésen voltunk túl, és ehhez az is kellett, hogy egyes például mitoszoknak a végére járjunk. Tehát, hogy például voltak olyan tervek itt a Városházán, ami alapján úgy tűnt, hogy az útpályának az arrév helyezése nélkül nem fér el a járda. Aztán kimentünk személyesen, megmértük, kiderült, hogy elfér. Volt még olyan infó is, hogy esetleg van még olyan lakó, aki nem adott le a kertjéből ahhoz, hogy szabályosan elférjen a járda. Kiderült ez is, hogy már ez is meg van oldódva. Felmerült az, hogy egyirányú vagy kétirányú legyen ebben, kiválóan a lakók szavazatai alapján tudtunk dönteni, többen szavaztak arra, hogy maradjon két irányú az utca, mint hogy bármelyik irányba egy irányú legyen, úgyhogy ez egy megnyugtató eredmény volt, és hát több más dologba is bevontuk a lakókat, ezért lesz az, hogy az utcában majd nem lehet parkolni, viszont a játszótérnél új parkolóhelyeket építettünk, egy-kettővel még többet is, mint amilyennyi az utcából eltűnt, meg hát ebben az utcában azért alapvetően mindenki tud a kertjében parkolni. Volt itt lakossági fórum is, két körben kérdeztük meg levélben a lakókat, itt a Városházára is volt, akit meghívtunk egyeztetni, úgyhogy ez egy igazi olyan projekt, ahol igazi közös munkával, részvétellel sikerült kitalálni a terveket. Most zajlik megvalósítás, most is kapom a visszajelzéseket egyébként folyamatosan, például, hogy ráállnak a járdára, ezt mindenképp kívánjuk majd megnehezíteni, hogy így mondjam. És egyébként az is fontos ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ami eredeti terv volt itt, az sokkal drágább volt, mint amit végül csinálunk, mert például kiderítettük azt, hogy az utat nem szükséges bolygatni, és elég a járdát megépíteni esetenként mindkét oldalon, nagyrészt pedig az északi oldalán az utcának. Aki ismeri képviselő urat, az tudja, hogy gyakran jár kerékpárral, szinte mindig, hogyha az időjárás engedi, ma is azzal jött, de defektet kapott, hogy egy ilyen kis személyes szára tereljem a beszélgetést. Mi történt? Nem defektet kaptam, hanem a lánc esett le, mert nagyobb tempóval hajtottam át egy egyenetlenségen az úton, mint az kellett volna. Hát milyen jó lenne, hogyha nem lett volna az egyenetlenség az úton. Ez egyébként a Szabadság úton történt, úgyhogy egyébként megint csak akkor, hogy az utóbbi évből mondjak valamit, szerintem ez egy óriási művelet volt a Városháza részéről, és innen is gratulálok a műszaki osztálynak, a polgármester úrnak, akik ezt összehozták a közúttal, hogy azért a Szabadságútnak a jelentős részét azt rendbe tudtuk hozni. Ugye nem a mi dolgunk lett volna, de egy megállapodással a közútkezelővel a jelentős részét, talán kicsivel több, mint a felét kifizettük a munkának. Ugye egyik irányban lehetne azt mondani, hogy ezért egy forintot se szabadott volna fizetnünk, hiszen nem a mi dolgunk, a másik oldalt viszont ott van az, hogy a Szabadságútnak egy jelentős része most már kiváló állapotban van, a Budaörshöz méltó állapotban, és lehet rajta újra közlekedni, és a legtöbb részén nem esik le a lánc a bicikliről. Muszáj megkérdeznem, mert látják a nézőink, hogy egy szív alakú ukrán színeket tartalmazó kitűzője van. Hol szereztem, mert Magyarországon még nem láttam ilyet. Igen, azért remélem, hogy talán Magyarországon is a szolidaritásnak az ilyen jeleit az többen fejezik ki, nem csak én. Én ezt Litvániában vásároltam egyébként egy évvel ezelőtt. Egy litván önkormányzati képviselővel volt egy megbeszélésem, meg helyi mozgalmakkal, és akkor utána haza úton a repülőtéren megláttam, hogy van egy ilyen bolt, ahol minden vásárlással az ukránokat segíti az ember, úgyhogy természetesen nem csak a kitűző árát fizetik ilyenkor az ember, hanem egy kicsit nagyobb összeget. Én úgy gondolom, hogy Ukrajna bátor népe most olyan értékekért küzd, igazából már ugye 14 óta csak eszkaláció történt 22-ben, amire minden európai büszke lehet, és tragikus és szomorú az, hogy ez történik a szomszédunkban, és szerintem minden erőnkkel támogatnunk kell őket, ez szerintem teljesen alapvető, hősként küzdenek ott a kárpátaljai magyarok is, és pontosan tudják, hogy miért harcolnak, szerintem elképesztően, hát nagyon nehéz jó szavakat találni arra, hogy ez az itthoni propaganda, ami igazából gyakran egy ilyen nyílt drukkolássá változik az orosz
terrorista rezsimnek, arra tényleg nehéz szavakat találni, elképesztő gyávaság egy magát nemzetinek tartó kormány, hogyha nem áll ki a magyar kisebbségért, nem áll ki a szomszéd országért, nem áll ki egy ország szuverenitásáért. Ha valaki nacionalista és erről büszkén beszél, akkor neki pontosan tudnia kéne, hogy milyen az, amikor a határait megpróbálják megváltoztatni egy szuverén országnak. Egy olyan szuverén országnak ráadásul, aminek pont Magyarországon fektették nemzetközi egyezményekbe a határait és azoknak a sérthetetlenségeit, egyébként az én születésemnek az évében. Úgyhogy számomra ez egy nagyon fontos téma, én nagyon remélem, hogy a következő években meg tudjuk kezdeni Ukrajna újjáépítését, béke lesz, és aztán talán sok év múlva, de belátható éveken belül pedig az Európai Unióban is köszönhetjük őket majd. Ugye azért Budaörs városa is nagyon sok módon segít. Szerintem az egyik legszebb dolog, hogy az egyik önkormányzati kisbusz az szolgálatot teljesít, ha úgy tetszik, egy mobil orvosi rendelőként működik Ukrajnában, és hogy itt helyben is számtalan módon segítünk a menekülteknek, például a tanodában készítik fel őket arra, hogy óvodába, iskolába el tudjanak menni a megérkező diákok, vagy például elszállásolása a posztárt, baptér padlásán, hogy így mondjam. Úgyhogy ezek mind csodálatos dolgok, és kérek mindenkit, hogy segítse őket, ahogy tudja. Tervezi, hogy jövőre újraindul a képviselőséged? Igen, abszolút tervezem, és nagy örömmel és büszkeséggel fogom, hogyha bizalmat adnak, továbbra is képviselni a törökugrató környéki lakókat.